valóban azt láthatjuk, hogy valós problémákra a magyar baloldal folyamatosan azt mondja, hogy ezek álproblémák, azokkal nem kell foglalkozni, mással kell foglalkozni, és közben az élet mindig azt igazolja, hogy valóban a kormány azokkal a célokkal foglalkozik, azokkal a problémákkal foglalkozik, amik a leginkább tudják az emberek életét befolyásolni. Így volt ez a migráció kérdésével is, amire azt mondták, hogy álprobléma, amit a Fidesz talált ki, és így van a rezsicsökkentéssel is, azzal, hogy a magyar emberek a hétköznapi önfenntartásnak a költségeit jobban tudják tervezni. Hihetetlen. Nem gondoltuk volna, nemhogy 10 éve, de még akár 10 napja sem, hogy Ausztriában, Németországban milyen hirdetéseket fognak közzétenni. Ausztriában arról szól a fegyveres erőknek a hirdetés, hogy hogyan kell felkészülni az energiaválságra, hogyha idén a téli szezonban akár tömegesen és hosszan áramszünet lesz. Arról győzködik, vagy arról tájékoztatják az osztrák polgárokat, hogy leáll az infrastruktúra, leállhat a tömegközlekedés, a benzinkutak, a közlekedési lámpák, a vasúti forgalom, a liftek, a mobilhálózat, az internet, a bankrendszer bajban lehet, a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a saját háztartásában gondok lehetnek a világítással, a hűtőberendezéssel és a legtöbb fűtési rendszerrel is. És azt mondják az osztrák polgároknak, hogy a legfontosabb, hogy maradjanak nyugodtak, cselekedjenek körültekintően és megfontoltan, és úgy készüljenek az idei térre, mintha egy 2 hetes kempingezésre indulnának, csak a saját lakásukban, a saját otthonukban. És felhívják a figyelmet, hogy a személyautójuknak a tankját mindig legalább félig tegyék tele. Németországban is láttunk oktató videót, hogyha fűtés nélkül maradnának idén télen az emberek, akkor hővédő fóliával kell beburkolni az ablakokat, és hogyan lehet mécsesekből és virágcseréből minikáját építeni, hogy aztán a szomszédokat, akik közül legalább egy legyen bevándorló, a szomszédokat is hogyan kell áthívni a saját otthonukba, és valahogy a hideget, a telet túlélni. Tisztelt képviselőtársaim! Elképesztő, elgondolhatatlan volt az, hogy ilyenek fognak megtörténni Európában, hogy erre hívják föl az emberek figyelmét. Ez azt jelenti, hogy valamit az európai vezetők nagyon elrontottak. Ha ilyenekre kell felkészülni Ausztriában és Németországban, az azt jelenti, hogy az elmúlt évek európai politizálása óriási hibákat vétett, hogyha elvileg a világ legbiztonságosabb és legélhetőbb, a jólétet leginkább kínáló kontinensén, Európában egy tél előtt ilyen oktató videókat kell közzétenni, és látjuk a baloldalnak az erre adott válaszát, hogy kevesebb áramot kell fogyasztani, kevesebbet kell fürdeni, javasolja Márkizai Péter erre az esetre. Ez körülbelül, mint amikor Karácsony Gergely azt mondta, hogy akinek túl hosszú a várakozás a dugóban, az szálljon ki az autójából és menjen gyalog, vagy menjen tömegközlekedéssel. De látjuk, hogy ha nem bírja a koránkelést, erre is egy jó módszer, hogy eladja a munkáját, akkor home office-ból dolgozhat, és nem lesz zavaró a 8 órai munkakezdés. Olyasfajta válaszokat adnak baloldalról, amelyek nyilván egyáltalán nem elfogadhatók a polgárok számára. És miket mondtak a magyar baloldali politikusok a rezsicsökkentésről az elmúlt években, hiszen ezt nagyon sokféle negatív jelzővel élették, aminek köszönhető, hogy Magyarországon nem kell ilyen oktató videókat közzétenni. Gyurcsány Ferenc azt mondta szó szerint, a rezsicsökkentés az egy hülyeség. Lehet tapsikolni, hogy letörtünk minden hasznot, de akkor a végén éhen halunk, mert egy jól működő gazdaságban kell a haszon. Nem attól fél Gyurcsány Ferenc az éhenhalástól, hogyha magas a rezsi, az szerinte jó, mert az piaci, hanem attól fél, hogyha eltűnik a haszon a rendszerből, a privatizált külföldi tulajdonú közművállalatoknak a haszna, mert akkor jön szerinte az éhenhalás Magyarországon. Mennyire kifacsart logika Gyurcsány Ferenc részéről, hogy csak a profitorientált cégek profitja a fontos, az ő hasznuk, és nem pedig az, hogy az emberek számára megfizethető legyen a rezsi. Márkizai Péter, micsoda ostobaság volt annak idején, mondja ő, így a rezsit csökkenteni, lehet rezsit csökkenteni, hogy ne lehetne, kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Ő is egyértelműen a rezsit csökkentés ellen szólt, de Szél Bernadett is feltette a pontot az íre, aki szemfényvesztésnek és bűvészkedésnek nevezte a rezsit csökkentést, és azt mondta igazi, liberális, szívtelen közgazdászként, nem kérem, a piaci áraktól nem lehet elszakadni. Hitet tett a baloldalt, és hitet tesz azóta is minden nap a piaci árszabályozás mellett, ahogy nem segített a devizeiteleseken, ahogy magukra hagyta a családokat, ahogy piaci alapúvá akar tenni az egészségügyet is, privatizálni a társadalombiztosítási kasszát, úgy a rezsi tekintetében is megint kiderült, hogy fontosabb számukra a nagy cégeknek a profitja, mintsem, hogy a magyar emberek biztonságban fizethessék a rezsiszámláikat, és az ne ugorjon olyan magasságokba, mint sok más nyugat-európai országban. Köszönöm, hogy meghallgattam.